Elővételben már december 7-től megvásárolhatók a 2021-re érvényes éves autópálya matricák. Ezek az eddigiekhez hasonlóan új évtől számítva egészen 2022. január 31-ig lesznek használhatóak. Változás áll be ugyanakkor az ár tekintetében. A maximum 7 személy szállítására alkalmas járművek éves országos bérlete 42.980 forintról 44.660 forintra emelkedik, míg ugyanebben a kategóriában a megyei matrica árát 5.000 forintról 5.200 forintra emelik. A drágulást a forint idei évben tapasztalt árfolyam változása indokolta. Az autópálya matricák árait tekintve egy törvény és egy miniszteri rendelet határozza meg, hogy hogyan kell eljárni, és ez azt jelenti, hogy innentől kezdve minden évben, amikor volt infláció, akkor az infláció mértékével korrigálni kell majd az autópálya matrica díjakat. Ez ebben az esetben 3,9% és január 1-től kezdve a matrica díjak ezzel az értékkel mértékkel emelkednek. A szolgáltató december 1-től egy ügyfélbarát intézkedést is bejelentett, melynek bevezetését korábban az Innovációs és Technológiai Minisztérium javasolta. Eszerint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pótdíjak a fizetési felszólítást követően kiválthatóak lesznek az éves országos matrica megvásárlásával. Ennek megfelelően a 2018-ban bevezetett pótdíj maximalizálás a jelenlegi 3-hoz képest már 2 eset után is megengedetté válik. Az új pótdíj amnestia 180 napos ügyintézéssel 6 pótdíjnak megfelelő összeg ellenében mentesíti a felhalmozódot, akár több százezer forintos követelés megfizetése alól a sofőröket. A társaságunknak az az álláspontja, és ezt mindvégig szoktuk képviselni, hogy minél ügyfélbarátabb megoldásokat tudjunk bevezetni. Ezért javasoltuk a kormánynak a pótdíjamnesztiát. A pótdíjamnesztia egyébként azt jelenti, hogy december 1-től már, de visszamenőlegesen, ha valaki november 1-től elkövetett valamiféle szabálytalanságot, már alkalmazhatja ezt a szabályt. Annyiban áll, hogy aki büntetést kapott, de nem úgy gondolja, hogy ahelyett inkább valami terméket szeretne vásárolni, az egy éves országos matricával minden egyes büntetéstől megmenekülhet. Ennek a feltétele, hogy az első felszólítás készhezvételétől számított 75 napon belül legyen még az illető. A vezérigazgató elmondta, a mulasztások többsége tapasztalataik szerint figyelmetlenségből, illetve tévedésből fakad, ezért vezették be ezt a javaslatot. A szolgáltató egyébként néhány napja a megyei matricák értékesítését is leállította. Ennek oka, hogy például a személygépkocsikra megváltható országos havi matrica az év hátralévő részére csupán 4780 forint, szemben a megyei matrica 5000 forintos árával, ráadásul az előbbi az egész ország díjköteles úthálózatán használható. Ezzel megakadályozzák azt, hogy a vásárlók figyelmetlenség esetén akár csak néhány száz forinttól elessenek.